Bakondi György közben megérkezett a stúdióban, miniszterelnök úr, belbiztonsági főtanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estén! Aki nézi a Hír TV híradóját, az láthatja a hírekben, hogy buli hangulatban, zeneszóra érkezett meg egy újabb hajó Lampedusa szigetére. Összesen 5500 migráns érkezett meg két hét alatt Lampedusára. Ez a szokásos, normális nyári növekmény, vagy valami más folyamatok zajlanak át? Többszörös növekményről van szó, mondjuk a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva, 3-4-szeres növekedés van. Ennek különféle okai vannak, az egyik az olasz kormány migrációs politikájának a változása, amelyet a Salvini által bevezetett intézkedések ről először azt mondták, hogy nem változtatják, meg aztán szép fokozatosan megváltoztatták. Nem vesznek tudomást. Aktívak továbbra is a civil szervezetek, nagyon nagy üzletág emellett az embercsempészés, és hát az az igazság, hogy az útba indulók is jelentős növekményt mutatnak, a számok nagyobbak, mert hogy ott is járvány van, és ott is visszaesett a gazdaság, még az addigiekhez képest is. És változás van abban is, hogy most már nem csak Líbiából, hanem Tunéziából és újabban Algériából is elég jelentős számba indulnak útba és érkeznek meg Olaszországba. Pászkán Zsolt. Sőt, még megjegyzem, hogy Törökországból is a tengeren keresztül több. Na, egész pontosan, Pászkán Zsolttal beszélgettünk itt az elmúlt héten, és azt mondta, hogy a fekete tengeren keresztül is kialakulóban van egy új. Igen, de itt most én még nem a fekete tengerről beszélek, hanem Törökországból az olasz partokig tartó hajókázásra. Törökországból az olasz partokig? Igen. De valóban, ha a fekete tengert vizsgáljuk, akkor azt kell mondjam, hogy Romániának a migrációs nyomás alatt tartása az jelentős, jelentős növekedés van egyébként a magyar-román határon is, és különösen jelentős növekedés van a szerb-román határon, és hogyha eddig ez nem következett be, és az eddigi kísérletezéseknél a román parti őrség, a határőrség ott elég jelentős hajóállománnyal rendelkezik, ezt meg tudta akadályozni. Ha azonban valóban itt esetleg egy új csatorna nyílna, az bizony az Európa felé, Európa központja felé irányuló illegális migrációt jelentősen orientálná ebbe az irányba. Fölmerült az esetleg, hogy szigorítani kellene a magyar határőrizeti rendszeren? Ahhoz, hogy a határőrizeti rendszeren, attól függ, mit értünk ez alatt, mert az, mi úgy gondoljuk, hogy a mindenkori határőrizeti operatív helyzet, így hívják ezt a kifejezéssel, ehhez kell igazítani a határőrizet erőit és eszközeit és módszertanát is. Tehát, hogyha mondjuk közel duplájára növekedett a mozgás a Romániából Magyarország felé, akkor nyilván ennek következményében több rendőri erőnek kell jelen lenni, új típusú, több lépcsős, több vonalas határzetet kell bevezetni, korszerűsíteni, fejleszteni kell a határátkelő helyeken átlépésre jelentkező szállítmányok, kamionok, buszok, kis teherautók ellenőrzését, vasúti szerelvények ellenőrzését. Ez nyilván mindenkori parancsnoki döntés kérdése, hogy a tömeges vált, vagy folyamatosan növekvő határsértő mozgást ellensúlyozza, hozzátéve, hogy nyilván itt is vannak valószínű mozgási irányok és valószínű mozgási idők, tehát nem mindenütt jönnek, hanem ugye vannak aktív irányok, amelynek a határőrizetét szigorítani kell jelentősen, és vannak valószínű idők, amikor az embercsempészek úgy gondolják, hogy a határőrök vagy elfáradtak, vagy éppenséggel most éppen nem ellenőriznek, és akkor tesznek kísérletet. Tehát akkor van egyfajta gondolkodás. Nagyon komoly jellemzőértékelő munka van minden határőrizeti tevékenység megszervezésében. Legyen szó a görög-török határról, legyen szó a magyar szerb, vagy a magyar-román, vagy a magyar-horvát határról, vagy ugyanígy az osztrák határról is, hiszen ott is láthatjuk, hogy időről időre komoly ellenőrzésbe kezdenek a rendőrök, az osztrák rendőrök, vagy ugyanígy a németek intézkedéseit is vehetjük ebbe a sorba. Azt lehet látni, hogy mik a legjellemzőbb határsértési módok? Most direkt megnéztem, 31-én pénteken Csanádpalotánál egy kamionban 48 illegális migráns. A román szakaszon azt lehet mondani, hogy a tipikus az a járművekbe való elrejtőzés. Ez lehet vasúti szerelvény, vagy pedig közút, és ugye ez azért speciális, mert
ugye minden járművet mindig teljes tételességgel átvizsgálni nem lehet, tehát épp ezért szükséges, hogy valami fajta röntgenberendezés, vagy vannak korszerű technikák, szívdobogás érzékel, stb. Legyen, és ami a módszert illeti, ugye ezeken az átkelő helyeken leggyakrabban nem úgy van, hogy a román fél ellenőriz, aztán 20 méter múlva megint meg kell állni, akkor meg a magyar fél ellenőriz, hanem együtt ellenőriz a magyar és a román határőrség itt, ezeken az átkelő helyeken. És ezért aztán leggyakrabban, amit megtalálunk, akkor az ott földerített, mondjuk 49 fő, az eleve a román partner őrizetében marad, és az eljárás is ők folytatják le, de nagyon fontos egyébként, hogy a zöld határon történő mozgásoknál is van együttműködés a két rendvédelmi szerv között, és a elfogott határsértőket Románia visszaveszi erre vonatkozó nemzetközi megállapodás alapján. Ezek nagyon fontos kérdés. Ez nagyon fontos kérdés, mert olyan. Európában azért nagyon az itt lévőkkel is már nagyon komoly gond van, például a kitoloncolások vagy visszatoloncolások ügyében. Tehát ugye a kitoloncolás, tehát ugye itt arról beszélünk, szó, ez nem ugyanarról beszélünk. Nem ugyanarról beszélünk, tehát igen. Tulajdonképpen itt, de annak is több változata van. Tehát ha mondjuk valaki bejut Németországba, vagy Svédországba, és ott benyújtja a menekült kérelmét, akkor ugye ott azt vizsgálgatják, közben eltartják. Hát nem véletlenül, hogy szeretnének pont ezekből a leggazdagabb országokba menni, mert ott tulajdonképpen át a segélyből kényelmesen meg tudnak élni, főleg a családok. És akkor ha és amennyiben politikai menedékjogot kap, akkor vagy oltalmazotti státuszt, akkor ennek megfelelő további ellátmányt kap, utazhat, úti okmánnyal látják el, elhelyezés, lakhatás, nyelvképzés, sok minden jár neki. Azoknál, akik erre nem jogosultak, akkor ugye fölmerül a kérdés, most hogyan tovább, mi történjen. Van olyan megoldás, hogy fizetnek a személynek, hogy hazamenjen mondjuk Afganisztánba. Szépen hazamegy, aztán egy hét múlva újraindul. Tehát körülbelül ez a hatása ennek. A második, amikor kiutasítják, és neki önmagának ki kell utazni oda, ahova ő gondolja. A harmadik megoldás, amikor kitoloncolják, amikor hatósági eszközök felhasználása, tehát rendőri kísérete küldik el abba az országba, ahonnan jött, vagy ahonnan származik, de ehhez már annak az országnak a befogadó nyilatkozata szükséges. Innen jutott eszembe. És mivel eldobálják az igazolványaikat, nagyon gyakran kiderül, nem is oda valósiak, úgyhogy ez egy nagyon bonyolult, nehezen kivitelezhető, de ráadásul a politika szintjén is, ugye az Európai Unió belügyi biztosa nem régen nyilatkozta éppen, hogy tehát itt a kiutasítások azok elképzelhetetlenek. Na de hát ennek aztán semmi értelme nincsen, mert hát hogyha valakit nem lehet kiutasítani, aki jogellenesen, illegális módon a jogszabályokat semmibe béve érkezett az országba, de kiutasítani nem lehet, akkor bárki jöhet, mert akkor felesleges valóban bármifajta kiutasításon, kitoloncoláson gondolkodni, vagy a határőrizetről is gondolkozni, ha úgyis mindenkit beengednek. Remélem, hogy az Európai Unió most befejezéshez közeledő migrációs politikájának a kidolgozása azért ilyen súlyos hibákat, melléfogásokat talán nem fog tartalmazni. Varga Judit legutóbb azt mondta, hogy nagyon komoly politikai harcokra kell összeszámítani. Biztos, hogy így van. Bakondi György, köszönöm, hogy itt van. Én is köszönöm.